Jónás Sándor és felesége kertjével évek óta ott van a legjobbak között. A most kapott újabb elsődíjukról beszélgettünk velük. A nyugdíjas házas pár szívesen kertészkedik, megnyugtatja őket a munka, és mellesleg megtermelnek mindent maguknak és családjuknak. Mindent csinálunk. Kapálás, gyomlálás, locsolás, ha kell, akkor ketten visszük a slagot. Gondolom azért a befőzés csak az öné. Hát, de a befőzés az enyém, de viszont segít leszedni a gyümölcsöt, vagy a paprikát, paradicsomot, attól függ, hogy minek mi van a szezonja. Most például kedvesebb egyébként a növény, amit termelnek? Hát, mindent szeretünk. Olyan nincs, amit nem szeretünk. Mindent megeszünk, minden evők lettünk. Még azt is megeszünk, amit ezelőtt valami gyerekkorunkban nem ettük meg. Most mindent megeszünk. Már most a sóskát kétszer szedtem meg, a zöld borsót most szedtem, úgyhogy most már folyamatosan kell szedni. Most már szép a sárgarép, a zöldség, minden, úgyhogy most már virágoznak a paprikák, a paradicsom. A kelkáposztám is van, édes káposzta, téli káposzta, karalábi, ez a nagy karalábén van, azt is saját magunk neveltünk, mind az összes palántot, úgyhogy hát van vele munka, szó se róla, mert van otthon egy kis fólia, csinálta férjem, aztán abba beülök tavasszal, vagy februártól, két hónapig, akkor csak a magokat vetem. Az idei termésből sok minden már a kamrapolcon és a fagyasztóban van. Szeretnek újdonságokat is kipróbálni, de főleg a megszokott zöldségeket, gyümölcsöket termelik. Jó érzés számukra, amikor a reggelihez valókat a saját kertből viszik be. Kísérleteztünk is, de nem mindig jött be, mert ha nem permetezzük, akkor nagyon ellepi a bogár, és akkor egy kicsit muszáj permetezni. Hát, megkísérletezünk ezzel, azzal, hát, ha valami sikerül. Jónásék minden szabad idejüket a kertben töltik, tökéletesen, gyommentesen tartják azt, és a növények meghálálják a gondoskodást. Több rekordméretű terményük, például karalábé is volt már. Miután a férj vállalkozóként még dolgozik otthon, munka után a kert a kikapcsolódás jelenti a számára. Egy kicsit összetornyosul a munka, akkor van, hogy reggeltől estig kint vagyunk, de van, hogy csak 2 óra hosszát, vagy 3 óra hosszát, mikor mennyit. Úgyhogy attól függ, hogy milyen munka van, meg mennyi, akkor... De szeretünk kint lenni, jó levegő. Házuk udvarán is van mindig néhány alapvető palánta, hogy a főzéshez ne kelljen a kertbe kimenni, ha zöldség vagy épp hagyma, paradicsom kell. Kertjük több országos elismerést is kapott már a karcagi első helyek mellett.